2017. januárjában alakult újjá a PTE PEAC birkózó szakosztálya. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályban vannak versenyzők az egyesületnél. A cél, hogy újra a birkózás egyik fellegvára legyen Pécs. Pécsett az 1980-as évekig 5 birkózó szakosztály működött, melyekben több száz igazolt versenyző sportolt rendszeresen. Ezek az elmúlt 25 évben lassan megszűntek. Néhány lelkes edzőnek köszönhetően a sportág csírái mégis megmaradtak a városban. A közelmúltban a PEAC felkarolta a birkózást, és 2017. január elején megalakult a birkózó szakosztály. Én már kiskoromban itt tanultam meg gyakorlatilag járni, mivel apukám volt az edző. De versenyszerűen körülbelül 8 éves sportoló. A birkózás már nem csak a fiúk kiváltsága, Pécsett is egyre több kislány választja ezt a sportágat. Szolimán Jászmin a közelmúltban nemzetközi versenyen Lengyelországban lett bronzérmes. 6 hónapja birkózom, az öcsém kezdte, és azt bejöttem, hogy melegítek. És akkor mondta az egyik edző, hogy mi lenne, ha birkóznak. És nagyon megtetszett, amikor elsőre bementem, és akkor kipróbáltam ezt a sportágat. Ahhoz, hogy a fiatalok ezt a sportágat válasszák, meg kell szerettetni velük vallják az új szakosztályban. Ezért toborzókat is tartanak, hogy az általános iskolás korosztállyal is megismertessék a birkózás alapjait. Tapasztalat az, hogy most már arról beszélhetünk, hogy fiúk, lányok vegyesen jönnek és érdeklődnek a birkózás iránt. Körülbelül 10 éve indult el Magyarországon is, hogy a női birkózással felszínre jövünk. Nagyon vegyes. Nem lehet azért ezt tömegesíteni. Inkább egy belterjes sport, szülők, nagyszülők, testvérek révén sokkal könnyebb behozni a birkózóterembe őket. Ezért is választottuk azt az utat, hogy elmegyünk iskolákba, testnevelős órákat tartunk, több iskolába szakkör jelleggel jelen vagyunk, és ott, akinek lehetősége van, megtetszik ez a szép sport, azt utána behozzuk a versenyrendszerbe. A szakosztály intenzív fejlődése nélkülözhetetlenné tette főfoglalkozású edző alkalmazását, akinek 2 mellékfoglalkozású edző segíti a munkáját. Először is egy pályázatot írt ki a PEAC birkózó szakosztály, hogy vezetőedzőt keresnek, és én azt pályáztam meg, és mint később kiderült, meg is nyertem. Egyébként Budapestről érkeztem a Csepeli Birkózó Klubból, ahol szintén vezetőedzői pozíciót töltöttem be. És hát úgy tájékoztattak, hogy itt a birkózásnak az őrlángja maradt meg mindössze, és ezt külön kihívásnak tekintettem, mind a toborzó részét, mind pedig a szakmai dolgokat, ami ráfér most a pécsi birkózásra. A vezetőedző 2 célt fogalmazott meg a 2018-as évre. Egyrészt azt, hogy a diák korosztályban el tudjanak indulni a csapatbajnokságon, másrészt, hogy a felnőttekből is ütőképes csapatot alkossanak, aminek a gerincét azok az egyetemisták alkotják majd, akik bekapcsolódtak a munkába. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő héten találkozunk, viszontlátásra!